A karácsony estét négy alkoholista férfi együtt tölti, mivel sehol nem látják őket ilyenkor szívesen. Ezért szánalmasságuk, vesztességük, az életüket rajtuk állandóan számon kérő többi ember elől együtt zárkóznak be pókerezni és inni egy hegyoldalba épült öreg dublini házba, nem messze egy régi klub romjaitól. Ezen a szentestén a kinti viharból egy idegen érkezik, hogy kicsit megmelegedjen. A darab angol címe The Seafarer, ami tengeri hajóst, tengerjárót jelent. A cím az angol nyelvű közönségnek mást is mond, ez ugyanis az egyik legrégebbi angol nyelvemlék címe, ezáltal közvetlenül utal időtlenségre, ősiségre, témáján keresztül pedig kitaszítottságra, magányra. A szerző Macpherson a bemutatókor adott interjújában mondta el, hogy volt a kép a darab valamennyi szereplője ő maga, de talán a legjobban a csalódott démon, aki irigyeli az embereket, akik között jár. A művet alig 8 hónap alatt írta, és alig, hanem ez eddigi legmegindítóbb és remekbeszabottabb műve. Az előadást Göttinger Pál rendező 2008-ban már a Bárka Színházban is színre vitte. Nagyon szerettem az írt darabokat, egyrészt azért, mert van bennük valami nagyon reális és nagyon valóságos, és utána pedig valami nagyon varázslatos és misztikus egyszerre és konfliktusmentesen ez a kettő együtt tud működni. Másrészt egy nagyon élő színpadi hagyományból jönnek ezek a szövegek, tehát kimondottan jó szerepek, játszható helyzetek, valójában könnyű munka csinálni, inkább öröm, mint munka. És nagyon szeretem az íreknek ezt a derűjét, ami áthatja őket, amiben olyan sok fájdalom, elhallgatás, titok, mindenféle meg tud lapulni alul, anélkül, hogy az egész komorrá válna. Nagyon könnyű nézni való egy írt darab. Lockhart szerepében vendégként Khalid Artut láthatja a közönség. A színművész Berkeszen nőtt fel állami gondozásban, és Kisvárdán érettségizett a Besenyei gimnáziumban, ám a Nyíregyházi Színházban eddig csak a Vidor Fesztiválon lépett fel. A Bárka Színház előadásában is játszotta már Lockhartot. Azt szoktuk mondani, hogy színészeknek mindig alapvetően fontos dolog az, amikor egy szereppel foglalkozik, hogy annak a szerepnek az igazságait keresse meg, mert ha nem keresi meg az igazságait, akkor azt nem tudja elég erősen és hitelesen képviselni. De már most azt gondolom, hogy itt az ördögről van szó, ezt azt hiszem, hogy ebben megegyeztünk itt a színházon belül, hogy ennyit elárulhatunk, ezzel még nem lőjük le a poént. Az ördögről van szó, aki, ami egy lényként valahogy azzal foglalatoskodik, hogy az embereket szembesítse a gyarlóságaikkal és azokkal a dolgokkal, amit nem tesznek, vagy rosszul tesznek az életben. Én nem gondolom, hogy ez egy negatív tulajdonság lenne. Az megint más kérdés, hogy persze a pokol, meg purgatórium, és akkor az egész egy nagy szenvedés, de hát oda mégiscsak a bűnösök kerülnek, a bűnöst meg az ördög szedegeti ki így a sok milliárdnyi ember közül, és azt mondja, hogy te most velem jössz, mert neked lejárt. Richard Harkin figuráját Horváth László Attila kelti életre. A művész számára különleges feladat, hogy ez alkalommal egy vak figurát kell megjelenítenie. Elkezdtük a próbákat, és megfigyeltem egy vakot. Tehát ez a fajta, ahogy ő az életben létezik, ez a színpadon nem tud létezni. Tehát az muszáj nyitott szemmel lenni, mert különben az ember elbújik és bezárkozik, és nem is lenne ott. No, hát mindezt a lámpafényben nyitott szemmel, úgyhogy mindent látok, és nem látok semmit természetesen, csak hogy hallgatom a vendéget, a zajokat. Khalid Artúr és Horváth László Attila partnerei az előadásban Éjés Ákos, Tóth Károly és Nagy Idai Gergő. Conor Macpherson művének fordítója és az előadás dramaturgja Upor László.